Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Hetek Originals, és itt a vonalban velünk Robert C. Castell, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője és a Közszolgálati Egyetemnek a kutatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket újra egy napsütéses Jeruzsálemből. Ilyen szabadságos augusztus után most újra beszélgetünk, egyelőre itt még Zoomon keresztül és felvételről, de már a nézőinknek mondom, hogy a terveink szerint a jövő héten egy rendkívüli, élő, exkluzív fórumot fogunk tartani Izraelből, valahonnan a terepről és már együtt, úgyhogy én minden esetre nagyon várom már ezt a személyes találkozót Izraelben, még nem találkoztunk, úgyhogy köszönöm erre is a lehetőséget előre. Nagyon örülök neki, hogy találkozunk, Péter. És biztos lesz akkor is sok mindent megbeszélnünk, és a kérdéseiket már várjuk is így előre itt az adás alatti komment sorokban nyugodtan küldhetnek, sőt megköszönettel várjuk, hogy előzetes kérdések is, amikről onnan majd megpróbálunk válaszolni. Addig viszont van bőven témánk most erre a hétre is. Talán kezdjük azzal, amiről most itt a legtöbben beszélnek, meg fölkapták a fejüket, hogy hát mi is zajlik Kijevben. Ugye az elmúlt napokban sorra mondtak le az ukrán kormánynak a miniszterei, meg vezető kormányhivatalnokok is, és egyelőre elég nagy, ahogy látom, a tanácstalanság, hogy pontosan hogyan is lehet, hogyan is kellene ezeket a mozgásokat értelmezni. Hogyan látja ön, ez egy menekülés a süllyedő hajóról, vagy figyelemelterelés, vagy valami egészen más? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. Hát olvasunk mindenféle olvasatokat különböző elemzőktől ebben a kormányválsággal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy az elemzésnek az első lépése az a helyzet meghatározás. Tehát egy kormányválságról van szó. Nem próbáljuk ezt, szét lehet dumálni, lehet mindenféle próbálkozásokat tenni ilyen verbális gumiemberkedéssel, de gyakorlatilag egy kormányválságról van szó. És aki nem hiszi, annak azt a mentális gyakorlatot javasolom, hogy hogyan konferálna ezt be a New York Times, hogyha Izraelben 10 miniszter lemondana a kormányból, vagy Magyarországon. Az Orbán kormánynak 10 minisztere lemondana egyik napról a másikra, ez vajon hogy jelenne meg a Politikóban mondjuk? Vagy hogyan jelenne meg, tudom, a Guardianben ez a cikk. Na most akkor pont ezt a mércét kell alkalmazni erre a kormányválságra is. Tehát az első dolog az, hogy egy kormányválságról van szó. Most akkor a második dolog, amit el kell mondani, hogy én ennek a válságnak az okait nem tudom. Én nem tudom, mi váltotta ki ezt. De én úgy gondolom, hogy azok az olvasatok, hogy itt már egy régóta betervezett dologról van szó, és hát most esett úgy kézre Zelenszky elnök, talált két szabad percet, és leváltott 10 minisztert, ez is egy igen sajátságos állítás, mondjuk úgy. Az az állítás se tűnik nekem túl valószínűnek, vagy az a forgatókönyv, hogy itt gyakorlatilag egy politikai válságot kreáltak, hogy egy katonai válságról eltereljék a figyelmet. Hallottunk ilyen magyarázatokat is, ez általában fordítva szokott lenni. Tehát általában katonai válságokat produkálunk, hogy egy politikai válságról eltérítsük a figyelmet, és ez azért van így, mert a politika még mindig fontosabb, mint a hadsereg. Tehát Ukrajna látott jobb napokat katonailag, látott rosszabb napokat is katonailag, és nem láttuk azt, hogy minden egyes alkalommal kirobbantottak volna egy kormányválságot valahányszor valamilyen katonai probléma által. Tehát ezek a magyarázatok szerintem nem állják meg a helyüket. És ha nem is tudjuk, és ez itt az utolsó gondolat, ha nem is tudjuk bemérni a pontos okot, azt elmondhatjuk, hogy a mód, ahogy ez lezajlott, ez arra utal, hogy ez nem egy olyan dolog, amit az ukrán vezetés választott magának. Mert ha lett volna egy ilyen hosszú folyamat, hogy le akarunk cserélni X minisztert, és újabbakat akarunk tenni a helyükbe, vagy másfajta gondolkodásra van szükség, akkor ezt meg lehetett volna oldani sokkal elegánsabban, sokkal fokozatosabban, egy olyan módon, amelyik nem sugall egy ilyen válság hangulatot Ukrajnában. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez a kormányválság, ez a Ukrajna erejének, meg a helytállásának, vagy a katonai potenciáliának, vagy a politikai potenciáliának a jele, hát ez nem az. Ez nem az. Ez gyengeséget sugároz, és ez mindenki számára világos, hogy ez gyengeséget sugároz. Tehát valószínűleg egy kikényszerített hibáról van szó, ahogy a teniszben hívják, valószínűleg egy kikényszerített hiba, és mikor egy gletszerből lavina lesz, akkor előbb-utóbb föltesszük a kérdést, hogy hol áll meg ez a lavina. Hogyha ezt nézzük, tehát mindenképpen van egy érzékelhető kapkodás, és azért igen, valóban egyfajta válság hangulatot is lehet érzékelni. Hogyan befolyásolja ez
vagy befolyásolja egyáltalán közvetlenül a napi eseményeket a frontról. Ugye most két fő szintéről is beszélünk, egyrészt a kurszi betörés által érintett területekről, illetve a Donbaszban zajló ellentétes irányú előrenyomulásról. Én úgy gondolom, hogy egy katonának a fronton egyetlen egy dologra van szüksége, vagy egy dolog van, ami mindennél fontosabb, az egy biztos háttér. Tehát biztosnak kell tudni azt, hogy a családi háttere biztonságban van, hogy a város, ahol a családja él, biztonságban van, és az egész konstruktum, az egész állam, az egész nemzet, amihez tartozik, az egy stabil hátországot képez számára. Mert különben, amikor hátra néz, hogy ki jön engem megmenteni, vagy ki jön rajtam segíteni, hogyha ez a stabilitás nem áll fönt, akkor hátra néz, és nem látott senkit tulajdonképpen. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet az ukrán katonáknak, és minden katona azt szeretné, hogy az állam, amelyik mögötte van, az minél nagyobb legyen, hogy meg tudja védeni, vagy segíteni tudja, vagy támogatni tudja a fronton, meg hasonló dolgok. Mikor ez az állam összezsugorodik, vagy meginog, akkor ez a bizonytalanság azonnal áttevődik a frontra, és ennek klasszikus példája azt hiszem Németország összeomlása az első világháború végén. Tehát az egy mitosz, hogy Németországot nem a harc téren győzték le, ugyanakkor a hátország megingásának is egy igen komoly szerepe volt már az első világháborúban is Németország bukásában. Ugye a legfontosabb szereplő Volodymyr Zelenszky elnök először nem mondott semmit, aztán mondott egy ilyen nincs itt semmi látnivaló jellegű kommentárt, azt mondta, hogy hát mindig van frissítésre szükség a vezetésben, aztán még tovább fejtegette konkrétan Dmytro Kuleba külügyminiszternek a lemondásának az okairól, azt nevezte meg, hogy szerinte úgy látja, hogy a miniszterből hiányzik az energia fegyverellátás előmozdításához, és kezdeményezte egyébként egy ilyen kormány megbeszélésen Zelenszky egy új minisztérium létrehozását is, amit az országot elhagyó ukránok hazatérésének a elősegítése lenne a feladata. Most akkor ebből azért ki lehet azt olvasni, hogy Ukrajnának jelenleg a legnagyobb gondja ez a leggyengébb láncszeme a fegyverellátás és az emberhiány? Mindenképpen. Én azt hiszem, hogy Ukrajnának ez a két legnagyobb gondja, és van még egy gondja Ukrajnának, és az erődítmények hiánya. Tehát, hogyha Ukrajna képes lett volna képíteni egy olyan erődítményrendszert ott a Donbasz környékén, mint az oroszok egy ilyen Szolovikin vonalat, akkor teljesen másképp kéne értékelni azokat az emberanyag tartalékokat, amik a rendelkezésre állnak. Tehát mindig ez egy ilyen kényelmes példa, mert ez egy olyan történet, amit mindenki ismer, de teljesen egyértelmű számunkra, hogy 2500 katonával Dobó István nem tudott volna megállni a Maklári mezőn a törökök ellen. Tehát a vár tette lehetővé azt, hogy ez meg tudják védeni Egert, és ugyanez áll Ukrajnára is. Tehát nem csak a nyilvánvaló, hogy hiányzik, az emberanyag igen komoly problémát képez, a hadianyag egy komoly problémát képez, de az erődítmények az a harmadik láb mondjuk, amin kellett volna állni a Ukrajna védelmének, és gyakorlatilag a remények mindezen a három területen hiú ábrándoknak bizonyultak. Ami az élőerőt illeti, volt egyfajta reform, láttuk, hogy megpróbálják átalakítani a mozgósítási mechanizmusokat, és lehet, hogyha igazak ezek a számadatok, akkor igen sok katonát szólítottak fegyverbe, vagy hívtak be, ugyanakkor nem látjuk, hogy ez átalakult volna egy hatékony katonai erővé. És ebben kapcsolatban mindenféle magyarázatok vannak, hogy vagy egy részüket úgy vetették be a harcba, hogy ilyen réseket tömtek be velük, mielőtt még ki tudták volna őket képezni, nem tudtak újabb, magasabb egységeket képezni belőlük. Tehát van egy óriási különbség a között, hogy egy század újoncot bevetünk a harcba, vagy pedig megvárjuk az, ameddig ez a század feldagad egy egész hadosztályá, kiképezzük őket, és utána vetjük őket a harcba. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, ami a hadianyagot illeti, a másik nagy remény, ez a 61 milliárd dolláros amerikai segély volt. És ehhez csatlakozott még mindenféle további nyugati támogatás. És látjuk azt, hogy ennek se sikerült számottevően megváltoztatni az egyenletet. És a harmadik dolog, amiről szintén voltak különböző cikkek, hogy az erődítési munkálatok se haladnak túl hatékonyan, mindenféle korrupciós mesék voltak ebben kapcsolatban, és mit látunk a végén? Látunk egy egyenletet. Az egyenlet jobb oldalán azt látjuk, hogy az orosz fél nem mozgósított, nem volt még egy részleges mozgósítás, nem láttunk semmiféle haditechnikai ugrást az oroszok részéről, és az ukrán oldalon viszont volt ez a három
három nagy reform, amit megpróbáltak meglépni, vagy három nagy változás, és ennek erre, annak ellenére, hogy az orosz oldalán az egyenletnek semmi nem történt, látjuk azt, hogy az orosz előrehaladás felgyorsult. Ebből arra következtethetünk, hogy az ukrán oldalon valami meggyengült. Tehát az egy mérleg egyik serpenyőjében nem teszünk bele semmit, és a másik serpenyője mégis följebb emelkedik, akkor azt jelenti, hogy onnan valami hiányzik, onnan valamit elvettek, és ezt látjuk szerintem Ukrajnában. Lehet azt mondani, hogy azért akkor ez egy ukrán része említett az erődítményeknek a hiánya, hogy ez egyfajta ilyen túlzott magabiztosság volt, hogy nem gondolták azt, hogy egy orosz előretörés ennyire mélységbe eljuthat, hogy valahol ott kellene meghúzni ezt a védővonalat, vagy ez egyszerűen más miatt maradt el? Én úgy gondolom, hogy ennek egyszerűen objektív okai vannak. Egy ilyen erődrendszert kiépíteni, ez nem csak szándék kérdése, hanem erőforrások kérdése is. Ez egy iszonyatosan drága, és egy nagyon időigényes projekt, és hatalmas mennyiségű munkás kezet igényel, és hadianyagot, tehát betont, vasbetont, és a többi alapanyagokat is igényli. Most nekem úgy tűnik, hogy Ukrajnának ez nem állt a rendelkezésére. Oroszországban aki ezeket az erődítményrendszereket fölépítette, a Szurovikin vonalat, ezek nem orosz katonák voltak, akik a gyalogsági ásóik alá ásták ezt ki, hanem nagy építkezési vállalatok. Akik alkalmaztak észak-koreai munkaerőt, meg közép-ázsiai munkaerőt is, és egyszerűen szerintem Ukrajnának egyrészt hiányzott a munkaereje, annyi ukrán elmenekült, tehát láttuk a menekülteknek a számát, és hogyha ez az emberanyag hiányzott a fronton, akkor ez valószínűleg hiányzott a munkafrontján is, ahogy régen hívták ezt, és a tény, hogy az ukrán ipar, az ukrán hátország ennyire meggyengült, ez az oka annak valószínűleg, hogy nem voltak képesek olyan mennyiségben egyszerűen betont, vasbetont és ezeket a prózai szürke alapanyagait a háborúnak legyártani. És az egy dolog, hogy tudom én, fölteszünk egy raklapra, tudom én, 1000 darab Stinger rakétát, és betesszük egy repülőgép gyomrába, és elvisszük Ukrajnába. Ez a könnyű része a dolognak. De próbáljon valaki 2000 kilométer erődítményen rendszere való vasbetont szállítani, mondjuk az Egyesült Államokból Ukrajnába. Logisztikailag egy kicsit árnyaltabb kihívás, mondjuk úgy. Tehát gondolom a helyi speditőrcég úgy elhúzná a száját, hogyha egy ilyet próbálnánk hozzávágni, egy ilyen megrendelést. Ezek nagyon bonyolult dolgok is. Azt hiszem, hogy ez az oka ennek. Van egyébként abban bármi realitás, amit itt Zelenszkij mond, hogyha majd most lecseréli Kulebát valaki másra, akkor ezek az alapvető problémák megoldódnak, tehát lesz erőteljesebb fegyverellátás, és sikerül hazahozni a eltávozott, külföldre távozott ukránokat? Én úgy gondolom, hogyha csak az új ukrán külügyminiszternek nem lesz a háztáiban egy saját fegyvergyára, akkor nem valószínű, hogy olyat tud produkálni, amit Kuleba úr nem tudott produkálni. Tehát Kulebáról sok mindent lehet mondani, de egy fiatal, aránylag fiatal és egy nagyon-nagyon tehetséges politikus meteorszerűen emelkedett az ukrán külügyi szolgálatban, és én nem hiszem, hogy rajta múlt az, hogy tudom én, hogy az amerikaiak hogy összenéztek, és azt mondták egymásnak, hogy hát, ha nem ez a Kuleba jött volna, akkor biztos adtunk volna ezt vagy azt. Tehát elnézést kérek a humorizálásért, de nem gondolom, hogy ezen fordult volna meg a dolog. Tehát itt sokkal inkább ilyen szisztémikus dolgokról van szó, és azt se tartom kizártnak, hogy a külügyminiszter lemondásának az oka sokkal inkább egy feszültség, egyfajta vita volt az ukrán vezetésen belül, esetleg Zelenszkij és Kuleba között, és nem a Kuleba úrnak a személyes inkompetenciája, mondjuk. Ugye van még egy név, ami előbukkan az elemzésekben, mint egy kulcsszerep, vagy lehetséges kulcsszereplő, ez Andrij Jermak, az elnöki irodának a vezetője, Zelenszkij elnöknek a legstabilabb jobb keze, és van, aki úgy értelmezi így a kremlinológiának a kijevi változataként, hogy ezeket a mozgásokat, hogy most azok távoztak, azok kerültek ki a pozícióból, akik nem voltak elég lojálisak, elkötelezettek, vagy bekötve Jermakhoz, és azok kerülhetnek majd a helyébe, akik már inkább az ő emberei. Ez hogyan néz ki? Fogalmam nincs, nem szeretnék olyasmihez hozzászólni, amit nem tudok, és én azt hiszem, hogy igen sokan találgatnak, vagy történelmi, igen sokan, akik hozzászólnak ehhez, inkább történelmi analógiákhoz nyúlnak, vagy
vagy találgatnak, de azt hiszem, hogy Somkóti Bálint kollégám és barátom is igen jól megjegyezte, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mi történik ott ezeken az intézményeken belül. Lehet a Bankok utcája, vagy lehet Kijevben, vagy lehet a Kreml Moszkvában, igazából nem tudjuk pontosan, mi történik. A jellegzetessége ezeknek az autoriter rendszereknek pont az, hogy a folyamatok azok általában szubróza történnek, titokban történnek, és nem a nyilvánosság előtt. Nem a nyilvánosság előtt. Ez igaz demokratikus államokra is, különösen az ilyen autoriter államokra. Ugye már a mostani kormányválság előtt fölmerült többször a kérdés, hogy mennyire tud önállóan működni a kijevi kormányzat, hol hozzák meg igazából a döntéseket, akár a háborúval, akár a gazdasággal kapcsolatban. Ugye volt a gazdasággal kapcsolatban pont tegnap egy érdekes hír, hogy Párizsban egyeztek meg a Rothschild bankháznak a közreműködésében, meg az ő irodáikban az ukrán államadósságnak az átütemezéséről, egy jelentős adósság elengedést, és talán 11 milliárd dollárnyi adósság elengedést is kapott Ukrajna, meg egy olyan megállapodást írtak alá, ami a jövőre nézve az ukrán nemzeti terméknek az arányába szabályozza meg a visszafizetési kötelezettséget. Ebből most itt erre vonatkozóan a lényeg az, hogy ezek nem Kijevben történtek ezek az egyezkedések, hanem ez Párizsban, sokszor mondják, hogy katonai szempontból meg Washingtonban. Teljesen egyértelmű, hogy abban a pillanatban, hogy azok az erőforrások, amiket működni láttunk az ukrán háborúban, az ukrán oldalon, azok nem Ukrajnából származnak. Ezeknek a nagy része külföldi. Általában akinek a szekérén ülsz, annak a nótáját fújod. Tehát ők diktálják ezt a ritmust, és itt gyakorlatilag sok választási lehetősége Ukrajnának nincs. Ön pedig a bankárokat illeti, azt hiszem Keynes mondta azt, hogy a bankárok a legromantikusabb és a fejükkel a felhőkben járó emberek, mert olyanoknak adnak pénzt kölcsön, akikről tudva tudják, hogy soha az életben nem fogják visszaadni. Valami ilyesmit mondott Keynes, és valószínűleg ez igaz Ukrajnára is. Tehát látjuk azt, hogy mekkora szüksége van nem csak az állami támogatásra Ukrajnának, hanem a nagy nyugati pénzintézetek támogatásra is. Ez a legtermészetesebb dolog a világon, és itt nem kell különféle konteókat vizionálni, hogy egy bank az nem egy jótékonysági intézmény. És mikor a kölcsön adnak egy államnak valamit, akkor ott belekalkulálják a rizikót, és belekalkulálják azt is, hogy mikor fogják visszakapni ezt a pénzt, és valószínűleg ennek fejében kérnek bizonyos garanciákat. Tehát én azt hiszem, ez teljesen magától értetődik. Igen, én is azt gondolom, hogy a 11 milliárd dollárnyi adósság elengedésnek azért valami ellentételezéseke is kell, hogy legyen. Ez talán majd a háború után kiderül, hogy hogyan állnak fel az új viszonyok. De hogy most hozzánk közelebbi helyzetet nézzünk, ugye két olyan front van, amire leginkább figyelnek, ez a kurszi betörés. Nézzük először azt, hogy ott hogyan áll a helyzet, van-e még bármi tartaléka Ukrajnának, hogy eredményt érjen el, vagy ez a történet, ez ennyi volt? Ami Kurszkot illeti, én a következőképpen látom a dolgokat, hogyha az ukrán szemszögből nézzük a kurszki próbálkozást, mondjuk úgy, akkor én azt hiszem, hogy amit látunk, az egy ilyen, többször említettem, ez a Little Heart-féle indirekt megközelítés, hogyha azon a ponton, ahol a valódi dolgok történnek, a Schwerpunkt, ahogy németül hívták a Clausewitzi kifejezéssel, ott nem tudok ellenállni az oroszoknak a rendelkezésemre álló erőkkel, akkor egy indirekt módon egy olyan helyen próbálom megtámadni Oroszországot, ahol ez a támadás kibillenti az egyensúlyából, arra kényszeríti, hogy átcsoportosítson csapatokat, és erről sokan beszéltek, magától értetődik. Amit általában a legtöbb elemző nem említett meg, és ez a lényege a dolognak. Ahhoz, hogy egy ilyen indirekt megközelítés működjön, ahhoz az kell, hogy ez az ukrán támadás olyan orosz értékeket fenyegessen, amiket az oroszok kénytelenek megvédeni. Tehát semmilyen más választási lehetőségük nincs, és akkor ezért beáldozzák ezeket a sikeresnek ígérkező offenzívákat, Vuledártól egészen, tudom én, egészen Szumiig talán. Tehát gyakorlatilag az összes jó próbálkozásaikat be Prokovsznál mondjuk beáldozzák, onnan csapatokat vonnak el, és megerősítik a kurszki frontot. Most ezt mondja az elmélet. Ezzel szemben mit látunk, hogy ez az ukrán betörés Kurszkba, ez egy ilyen zöldmezős beruházás volt, nem foglaltak el, vagy nem fenyegetnek semmi olyasmit, amit az oroszok kénytelenek lennének megvédeni,
És ehhez miért az oroszoknak a válasza is? Tehát én azt hiszem, hogy ezen csúszott el ez az ukrán próbálkozás. Lehet, hogyha fenyegetni tudták volna a Kurszki atomerőművet, vagy egy erőmű, amelyik túl messze volt. Volt egyszer egy film arról a hidról, amelyik túl messze volt. Úgy látszik, ez az erőmű is úgy látszik, hogy túl messze volt, nem tudták fenyegetni ezt az erőművet, és ebből kifolyólag nem sikerült olyan súlyos dilemma elé állítani az oroszokat. Most, hogyha megfordítom a sakktáblát, és az oroszok szemszögéből nézem, akkor én a következőt mondanám. A presztízsveszteséget Oroszország mindenképpen elszenvedte. Tehát abban a pillanatban, hogy ezt a pofont megkapták, egy pofont nem lehet el nem csattantá tenni. De épp ugye, hogy Izrael megkapta a pofont október 7-én, hiába szorítottuk ki a Hamaszt 3 nap, 2,5 nap alatt a területünkről, az a hatalmas trauma, presztízsveszteség megmaradt. Most akkor a kérdés, mikor ezt zsebre kell vágni, zsebre vágtuk. Most akkor a kérdés, hogy mit csinálunk az ukránokkal, mint oroszok ott Kurszkban. És én azt hiszem, hogy az oroszok szempontjából az ukránok most pont abban a helyen vannak, ahol a legjobb helyen lehetnek az ő szempontjukból. Mert miről van szó? Az ukránok legjobb, magasabb harcértéket képviselő alakulatairól van szó, akiket sikerült ebben az Kurszki zsebben lekötni olyan orosz csapatokkal, amik nem képviselnek magas harcértéket. Tehát láttuk, hogy küldtek néhány ilyen tűzoltóbrigádot, Ahmad, stb., és utána pedig ilyen belbiztonsági alakulatokat, sorkatonákat küldtek oda, meg olyan alakulatokat, amik igazából nem fontosak Oroszország számára. És én úgy gondolom, hogy ezekkel az ukrán csapatokkal sokkal nehezebb lenne megküzdeni az ukrán erődítményeken belül, mint ott a Kurszki mezőkön. Az oroszok szempontjából, ha ezek az ukrán csapatok nem itt lennének, hanem az ukránok visszavonnák őket, akkor újra kéne találkozni velük ott, ahol az oroszok szempontjából ezek fekvőrendőrök lennének. Prokofsztán meg ezeken a fontos helyeken. Tehát én ezért mondom azt, hogy ha én lennék az orosz hadvezetés helyébe, mindent megtennék, hogy az ukránok ott maradjanak, ahol vannak. Nem próbálnám őket kiszorítani, nem próbálnám őket bekeríteni, tökéletesen jó helyen van. Hát nagyjából azért ezt is látjuk, ennek a megvalósulását is láthatjuk. A Putyin elnök útba Mongóliába megállt az orosz távol-keleten egy iskolában tartott egy ilyen rendhagyó évnyitót, és ott beszélt arról, hogy hát mindenképpen Oroszország nem tűrheti azt el, hogy a területét idegen megszállók birtokolják, és ezért onnan ki kell szorítani a behatolókat, de ennél többet, konkrétabbat, időtávot nem mondott, tehát mint egy evidenciát ezt leszögezte. Ugyanakkor azt látjuk azért, hogy van orosz reakció, de akkor nem ott a kurszki térségben, hanem megerősödtek ezek a megtorló csapások ukrán területek, ukrán mélységi területek ellen is. Ezek mit árulnak el az orosz szándékokról? Én úgy gondolom, hogy ez a Kurszki betörés egy ürügyet adott Oroszországnak arra, hogy eszkaláljon, és hogy olyan célpontokat támadjon meg, amik igen komoly civil szenvedést okoznak. És nem vagyok benne biztos, hogy az orosz lakosság szívesen vette volna, hogy ezeket a célpontokat Oroszország megtámadja a Kurszk nélkül. Tehát Kurszk egyfajta belső és külső legitimációt is adott Oroszországnak arra, hogy olyan célpontokat támadjon, amiket ezelőtt nem támadott volna, vagy olyan lépéseket tegyen majd a jövőben, amiket enélkül a betörés nélkül nem hajtott volna végre. És van itt még egy dolog, néha hallani elemzőktől, hogy hát Kurszk az csak egy próbálkozás volt, de fogunk látni hasonló ukrán próbálkozásokat a Belgorod irányába, meg stb. Most akkor ezzel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy ha van ott valami, amit az oroszok kénytelenek megvédeni, és semmilyen döntési szabadságuk nincs, akkor megéri. Ha nem, akkor lesz egy újabb zseb, ott is az oroszok zsebre vágnak ebbe a zsebbe egy kupac ukrán magas harcértéket képviselő alakulatot, ezeket az ukránok elvesztik, mert azok a csapatok, amik ott vannak Belgorodban vagy Kurszkban, ezekben a zsebekben, azok nincsenek az ukrán erődítményrendszerekben, Prokofsknál vagy Voledárnál vagy más hasonló helyen, és én azt hiszem, hogy az oroszok szempontjából, ami a háború megnyerését illeti, ez nem egy rossz dolog, mondjuk úgy. Ezen a sokat emlegetett eszkalációs létrán mekkora lépést jelent előre vagy fölfelé az olyan támadás, mint amit Poltavában láttunk, vagy ezért a Kijev elleni egyre erőteljesebb és rendszeresebbé váló rakétatámadások? Én úgy gondolom, hogy a poltavai támadásban nem látunk semmi olyat, amit ne látunk volna mind a két részről a háború folyamán. Amit viszont Kijevben látunk, az pont ugyanaz a tendencia, amit más háborúkban is láttunk a stratégiai bombázás terén. Hát ez mindig nagyon specifikus, nagyon katonai célpontokkal kezdődik, aztán mikor ez ebben nem éri el a támadó fél a várt eredményt, akkor ilyen kettős felhasználású célpontokra
nyergel át, mondjuk úgy, tehát hogyha tegnap a hadügyminisztériumot támadtam, most akkor egy erőművet támadok, mert az a hadsereget is kiszolgálja, meg a civil szektort is, és a következő lépés az lesz, amikor tisztán civil rendeltetésű célpontokat fog támadni Oroszország is. Én Kijevben egy igen komoly eszkalációs ugrást látok, vagy eszkalációs lépést legalább mindenképpen. Ugye a kurszi betörés mellett egy másik olyan lépés vagy lépés sorozat, amit Moszkva eszkalációnak és provokációnak tekintett, ezek a nyugati megszólalások arról, hogy hát itt az ideje, hogy Ukrajnának szabad kezet adjunk a nekik átadott fegyvereknek a mélységi oroszországi bevetésében, amikben ugye eddig voltak megkötések, és erre volt Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek egy kommentárja, hogy azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy viccelődjenek a vörös vonalainkkal, mert az amerikaiak pontosan tudják, hogy hol húztuk meg őket. Tényleg egyértelmű az, hogy hol vannak az oroszoknak a vörös vonalai, mit kockáztatnak ezek a nyugati vezetők, akik szabad kezet akarnak adni Ukrajnának? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az első dolog az, hogy lehet viccelődni ezeken a vörös vonalakon, de hogyha visszanézzünk, visszatekintünk, ezeknek a orosz vörös vonalaknak a haszna nem az volt, hogy megakadályoztak bizonyos nyugati cselekedeteket, hanem az abban, hogy elhalasztották őket. Tehát azáltal, hogy az oroszok húztak egy vörös vonalat, és ezzel arra késztették a NATO-t, hogy egy bizonyos technológia átadást nem most tegye meg, mikor az ukránoknak szüksége lett volna rá, hanem majd 4 hónap múlva, 5 hónap múlva, klasszikus példa erre a páncélosok átadása például. Tehát az, hogy a németek nem egy óra alatt értek el a sisakoktól egészen a Taurus rakétákig, hanem mind a mai napig nem tették meg ezt az utat, ez pont ezeknek a vörös vonalaknak a hatása, mondjuk úgy, és én nem viccelődnék ezen, mert Ukrajna többé-kevésbé ezek miatt a vörös vonalak miatt vesztette el a háborút. Mert soha nem kapott eleget, soha nem kapott dolgokat időben, soha nem kapott dolgokat összehangoltan, mert mindig volt valaki, aki tartott ezektől a vörös vonalaktól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ez az orosz elrettentés nem is volt vízhatlan, és előbb-utóbb ezeket a vörös vonalakat mindig átlépték, ez a fekvőrendőr jelleg ezeknek a vörös vonalaknak hatalmas súllyal nyom ebben a háborúban. És azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem beszélünk eleget, de erről érdekes lehet doktorátusokat, disszertációkat lehetne erről írni, hogy hogyan lehet ezeket a vörös vonalakat felszámolni, hogy időt nyerjen velük az ember. Tehát ez az első dolog. A második dolog az, hogy én úgy gondolom, hogy a nyugati politika, hogy a vörös vonalaknak a haszna pont abban rejlik, hogy nem tudják pontosan, mit fog tenni Oroszország. Tehát ez a bizonytalanság, ez az elrettentésnek a része. Az elrettentés az mindig három dologból áll, mondjuk úgy. Az egyik a képességek, a másik a szándék, és a harmadik pedig a kommunikáció. És az, hogy én nem kommunikálom teljesen egyértelműen az ellenfeleim felé, hogy mit fogok tenni, ha, ezt hívják elrettentésnek. Ez talán a legfontosabb dolog az elrettentésben, és én azt hiszem, hogy a nyugati politikusoknak a jelentős része nem tudja pontosan, hogy mit fog tenni Oroszország. Viszont van a kőkemény vörös vonalak, ez a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, és erre célzott Lavrov. Tehát az Egyesült Államok pontosan tudja, hogy mi az a vörös vonal, amire Oroszország igen durván fog reagálni, mondjuk úgy. Azt hiszem, ezeket a vörös vonalakat nem is szándékoznak átlépni. Tehát én tudom, én az orosz nukleáris rakéták telepítése Kubában egy ilyen vörös vonal volt az Egyesült Államok szempontjából. Mondjuk, hogyha amerikai rakétákat telepítenének, tudom én, Dnipróba, akkor valószínűleg az oroszok ugyanígy fognak reagálni rá. Tehát ezek lennének azok a kemény vörös vonal. Tekinthető ilyen reakciónak az is, hogy a hírek szerint az orosz nukleáris doktrinát is egy új helyzethez alkalmazkodva akarják módosítani. Ez adhat például ilyen plusz elrettentést? De mindenképpen, ugyanakkor ez teljesen beleillik egy általános képbe. Tehát a világ 2024-ben nem ugyanaz a világ, ami 2022. januárjában volt. Ez egy teljesen másmilyen világ. És látjuk azt, hogy ebben a 2,5 évben nem csak Oroszország, hanem Kína is, az Egyesült Államok is, Irán is, és más atomhatalmak is, vagy kvázi atomhatalmak újra gondolták, újrafogalmazták, vagy elkezdték újrafogalmazni a nukleáris doktrínaikat, Franciaország. Tehát látunk szinte minden atomhatalom
igyekszik alkalmazkodni ehhez a megváltozott világhoz, és ezt látjuk úgy a nukleáris doktrínában, mint a nukleáris fegyverkezésben. Hirtelen mindenki arról beszél, hogy újra atomkísérletek kerüljenek, új atomtölteteket kéne gyártani, új célba juttató eszközök. Tehát látjuk azt, hogy az egész nukleáris gépezet, amelyik úgy állt, mint egy ilyen régi steampunk rajzban, festményben, vagy egy filmben, ott ezek a régi gépezetek ott álltak, egy ilyen Jules Verne-féle gépezet, és akkor leporolják le a pókhálókat, letörlik róluk, és akkor beindítják azt a hatalmas, elkezdett működni ez a hatalmas steampunk gépezet, és ez gyártja ezeket a nukleáris doktrinákat, fegyvereket, célba juttató eszközöket, és ezt látjuk mindenütt, ezt a gépezetet működni. Augusztus elején ugye nagy eufóriával fogadták Ukrajnában az F-16-osoknak a megérkezését, láttunk felvételeket, hogy Zelenszkij elnök is beült a pilóta fülkébe. Aztán utána rá kevesebb, mint két hétre jött a hír, hogy az első F-16-ost le is lőtték, vagy lezuhant, az biztos, hogy lezuhant, és a pilóta életét vesztette. A körülmények nem teljesen tisztázottak, amennyire tudom. Ez visszahozza egy kicsit a földre azokat a várakozásokat, hogy majd valamilyen új csodafegyver, Wunderwaffe fogja Ukrajnának megnyerni ezt a háborút? Én úgy gondolom, hogy azok, akik realisták, azok soha nem gondoltak semmilyen fegyverről, akár az orosz, akár az ukrán oldalon, hogy egyetlen egy fegyver, egy technológiai meglepetés meg fogja nyerni ezt a háborút. Ami pedig ezt az F-16-ost illeti, ezzel kapcsolatban is végtelen sok elmélet volt, hogy mi történt ebben az eszközzel. Amit tudunk, hogy egy ilyen F-16-os lezuhant, és azt is tudjuk, hogy kirúgták az ukrán légierőnek a vezetőjét. És ebből arra következtetek, hogy egy olyan, valószínűleg egy olyan hibáról van szó, ami elkerülhető lett volna, mert különben nem vonták volna személyesen felelősségre, és egy szisztémikus hibáról van szó. Mert tudom én, hogyha elszakadt, tudom én a kuplungnak a kábele az F-16-oson, és ezért zuhant le az F-16-os, ezért valószínűleg nem lehetett volna hibáztatni a légierő parancsnokát. Viszont ha egy Patriot üteg lőtte le ezt az F-16-ost, akkor az azt jelenti, hogy ott valami rosszul van menedzselve. Nem egy új dolog van. Más háborúkban is láttuk ezeket a dolgokat, nem csak háborúkban. És az egyik legkomikusabb, ha így lehet nevezni, ilyen eset az volt, mikor a Francis Gary Powers átrepült az U-2-es repülőgépével Sverdlovszk fölött, az oroszok megpróbálták elfogni, és több vadászgépüket lelőtték a saját légvédelmi rakétáikkal, ameddig sikerült a végén eltalálni az U-2-est, és akkor Francis Gary Powers fogságba esett. Azt lehet mondani, hogy azért a mostani háborúnak van egy olyan fegyverfajta, ami, ha úgy lehet mondani, akkor a nagy nyertese, ezek ugye a drónok, a drónoknak a szerepe az, ami kiemelkedővé vált, vagy meghatározóvá vált. Ebben láthatunk-e új fejleményeket, fejlesztéseket? Olvastam egy olyan hírt, hogy ilyen drónokra szerelt gépfegyverek is most már bevetésre kerültek, valamilyen hibrid formájukban. Úgy gondolom, hogy ha van egy nagy változás, egy nagy forradalom ebben a háborúban, az, hogy a háború előtt a drónok az egyfajta olyan kuriózum volt. Gyakorlatilag egy zárvány volt valahol a hadseregek mellett. Tehát voltak felderítő drónok, voltak támadó drónok, de ez egy valahogy ott léteztek a meglévő fegyverrendszerek mellett. És amit most látunk, az azt látjuk, a drónok mindenütt ott vannak. Tehát most, mikor tartalékos szolgálatom voltam, volt egy külön zsebem a málha mellényen, ami egy mikrodrónt lehet beletenni. Arra, hogy benézzen a 50 méter vagy 100 méter előre a házba. Vannak robotkutyák. Láttuk ezeket a robotkutyáknak az alkalmazását az alagutakban. Látunk különböző méretű felderítő és támadó drónokat, szárazföldi, tengeri drónokat látunk, tengeralatti drónokat látunk, és gyakorlatilag a műholdak azok a világűrben közlekedő drónok, tehát úgyis föl lehet őket fogni. Tehát azt látjuk, hogy a drónok mindenütt ott vannak, és mindent csinálnak, és mindenben segítenek. Ugyanakkor újra el kell mondani ezzel kapcsolatban, épp úgy, hogy a kiber is szinte mindenütt jelen van, de nem sikerült, ez nem volt az a fecske, amelyik elhozta a tavaszt, a drónok se nyerték meg a háborút. És azok, akik ezeket a drónrajokat vizionálták majd, hogy megtámadnak célpontokat, nem vették számításba, hogy minél nagyobb egy ilyen drónraj, annál könnyebben észlelhető. Tehát egy magányos drón át tud csúszni egy légvédelmi rendszer alatt, mikor küldünk 100 ilyet, akkor az már előbb-utóbb szemet szúr valakinek. És ha megnézzük a másik hadszínteret, ugye Donbassról Putyin szintén ezen a iskolai rendezvényen, beszélgetésen azt mondta, hogy hát itt korábban
1-2-300 méterekről volt szó előre nyomulásban, most már négyzetkilométereket vesz birtokában apró napra az orosz hadsereg. Ez egyrészt mennyire reális ez a helyzetértékelés, és hogy ha igen, akkor mi ennek a következménye, visszavonulásra kényszerülnek-e az ukránok emiatt? Látjuk, hogy ez teljesen reális, látjuk azt, hogy a felgyorsultak a dolgok, ez még a Kurszki támadás előtt felgyorsultak a dolgok. Tehát ezt észrevételeztem én is, azt hiszem talán egy hónappal a Kurszki támadás előtt, hogy valami megváltozott a háború dinamikájában, és az egyik dolog, ami megváltozott, hogy ennek az állásháborúnak a jellege. Most itt van egy mitosz, amit félre kell tenni. Sokan úgy beszélnek erről a háborúról, mint állásháború. Ez soha nem volt egy teljes állásháború, a taktikai szinten mindig voltak mozgások. Amiket nem látunk nagy mozgásokat a műveleti téren, nagyon ritkák voltak mondjuk ezek a mozgások a műveleti szinten. És ezt látjuk, hogy a egyre nagyobb, magasabb szinteken látunk mozgásokat, különösen az orosz részről a Donbaszban, de ugyanakkor az ukrán részről is Oroszország felé, tehát a Kurszkban is látunk egy ilyen igen gyors mozgást a műveleti szinten. És a másik dolog, amit láttunk, ennek a mozgásnak a sebessége fölgyorsult. Tehát mikor egy nap már ilyen kilométeres nagyságrendben számoljuk ezt az előrehaladást, és voltak ilyen napok mondjuk Oroszország számára, akkor ez már nagyjából beleillik a két világháborúnak, meg a koreai háború, közel-keleti háborúknak a sémájába. Tehát a legtöbb közel-keleti háború is, a kivételeket nem számítva, hatnapos háború, vagy az elsőbölbeli háború, tehát általában sokkal lassabb volt az előrehaladás, 3-4 kilométer, 5 kilométer egy nap, ezek voltak a normák. Ugye Putyin elnök ellátogatott Mongóliába, és erre azért figyeltek oda nagyon sok helyen, mert érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az elfogadási parancsa Putyinnal szemben, és Mongólia ennek az intézménynek a tagja, társult tagja, tehát elvileg kötelessége lett volna végrehajtani ezt a rendelkezést, hogy ez nem történt meg, ehelyett kiemelt tisztelettel és megbecsüléssel fogadták az orosz elnököt. Mi bírhatta rá Putyint, hogy nyilván megvoltak a garanciákat, megkapta azzal kapcsolatban, hogy nem kell a bilincstől tartani a repülőtére, mint Pavel Durovnak, a Telegram vezetőjének Párizsban, de lehet azt mondani, hogy talán azért vállalta be ezt az utazást, hogy bebizonyítsa országvilág előtt, hogy ez az ICC, a Nemzetközi Büntetőbíróság egy fogadtan oroszlán? Igen, abszolút. Én azt hiszem, hogy itt nem csak az ICC-ről van szó, hanem itt az egész úgynevezett szabályokon alapuló világrendről, aminek ez csak egy szimptomája. Amikor látjuk, hogy ez nem működik, akkor valószínűleg a többi alkatrésze sem működik ennek a rendszernek. Egyébként nem ez volt az első alkalom. Mikor a szudáni vezető ellátogatott Dél-Afrikába, Dél-Afrika se tartóztatta le a szudáni vezetőt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az intézmények amúgy is annyira túlpolitizáltak és annyira diszfunkcionálisak, hogy minél hamarabb eltemetjük őket, annál jobb lesz. Tehát ez inkább a politikai csatározásoknak az arénája, mint egy valóban jogi jellegű intézmény, vagy ez nem egy valódi bíróság, vagy magyarul egyszerűen fejezzük ki magunkat. Ez egy kenguru bíróság, ez egy mese, ez egy politikai színház, ahol a játékot játszak, ennyi az egész. A szeptember 5-e van, az amerikai elnökválasztás pedig november 5-én rendezik, két hónap van hátra. Az ukrajnai háború szempontjából mi a jelentősége annak, hogy itt a célegyenesbe fordult a kampány, és hát legalábbis a jelenlegi felmérések úgy mutatják, hogy mintha nagyobb esélye lenne, a korábbiakhoz képest mindenképpen nagyobb esélye lenne Kamala Harrisnek arra, hogy ő nyerje meg az elnökválasztást. Úgy gondolom, hogy ez az elnökválasztási kampány drámaian leszűkíti a két jelöltnek a mozgásterét, mint Ukrajnának a mozgásterét. Tehát teljesen egyértelmű, hogy mi az a végkimenetel, amit Ukrajna szeretne, és nagyon kell vigyázniuk arra, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amik kárt okoznak ennek az ügynek. Tehát Ukrajnának, épp úgy, mint Izraelnek, Ukrajnának is a lehetőségében áll valószínűleg megkoronázni Donald Trumpot, mondjuk úgy, bizonyos lépésekkel. Tehát tehetnek olyan lépéseket, amik oda vezethetnek, hogy a jelenlegi Biden-Harris adminisztráció elveszíti a választásokat. Tehát semmi különösebb nehézséget nem látok abban, hogy olyan lépést tegyenek, amivel el tudják veszíteni a választásokat. Ugyanakkor ez a különleges helyzet megköti Kamala Harrisnak is, vagy a Biden-Harris adminisztrációnak a kezét.
mert figyelembe kell venniük az egyre háború ellenesebb hangulatot Amerikában is, különösen a szélső balon meg a szélső jobb oldalon, és számolniuk kell ezzel a dologgal, és esetleg olyan lépéseket, amit különben meglépnének, nem fognak meglépni. Arról nem is beszélve, hogy a republikánusok se engedhetik meg magukat, hogy a célegyenesben bármilyen olyan lépést tegyenek, ami segít, vagy megemeli a jelenlegi demokrata adminisztrációnak a presztízsét. Tehát ilyen szempontból is én azt hiszem, hogy ameddig a választások le nem csengenek novemberig, Ukrajna igen nagy veszélyben van, mondjuk úgy. Van egy másik szempont is, amit szoktak emlegetni, ugye nevezetesen, hogy Amerikának nincs elég kapacitása arra, hogy egyszerre több háborút vívjon. És azt láthatjuk azért a kampány beszédekből is, meg programokból is, hogy mind Harrisnek is, mind Trumpnak azért sokkal nagyobb fejfájást okoz Kína az elkövetkező időben, vagy akár már jelenleg is, mint Ukrajna. Ez hogyan befolyásolja azt, ami Ukrajnában történik? Ezt már többször elmondtam, hogy Ukrajna egyáltalán nem fontos az Egyesült Államok számára. Egy olyan projekt, amelyik nice to have, ahogy mondják angolul, hogyha van, akkor jó, ha nincs, akkor se a világ vége. Ez nem igaz Európával kapcsolatban, de Európa számára ez sokkal érzékenyebb dolog. Az amerikaiak szempontjából Ukrajna nem egy számottevő tétel. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államok, és ez talán Trump külpolitikájának a legnagyobb hozadéka, még nagyobb, mint az ábrahámi egyezmények is. Hogy manapság már nincs vita a két nagy amerikai párt között, hogy ki az ellensége Amerikának, ki a legfontosabb ellensége Amerikának. Tehát ez az Obama években még lehetett vitatkozni ezekről a dolgokról, Oroszországgal kapcsolatban is volt ez a híres reset, Obamának a resetje, látjuk, hogy milyen jól sikerült, és még egy csodálatos siker az Obama adminisztrációnak. És ez volt a Trump adminisztrációnak a legfontosabb hozadéka, hogy gyakorlatilag mind a két párt fölismerte, hogy a legfontosabb ellenfele az Egyesült Államoknak, legveszélyesebb ellenfele, ez Kína, és ehhez mérten fogják irányítani a politikájukat. Tehát látjuk azt, hogy minden a celofán megváltozott, mikor a Trump adminisztrációt a Biden adminisztráció felváltotta, de ezek a Kína ellenes lépések csak még jobban bekeményedtek. Ha lehet, még jobban bekeményedtek Biden alatt. Nagyon érdekes kontinuitást látunk itt. Bár láttunk volna egyéb területeken is hasonló kontinuitást, de Kína az egyik olyan pont, amiben a demokraták és a republikánusok egyet tudnak érteni nagyjából. Igen, pont tegnap hallgattam Tölgyesi Péternek a készült interjút, amit egy nagyon érdekes világpolitikai szempontból is, amiről beszélt, és ő hívta fel figyelmet arra, hogy igazából kereskedelmi szempontból is az egyik, ha Biden azt mondja, hogy 100%-ra emeli a kínai behozatali vámot, akkor erre Trumpnak az a válasz, hogy akkor ő meg majd 200%-ra. Tehát igazából, ahogy ön is mondja, hogy egy oldalon állnak az amerikai vezetők pártállástól függetlenül. De itt van Európa, és ön is mondja, hogy Európa meg nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ezt egy ilyen járulékos kalandnak tekintse, mert nyakig benne van, elkötelezettségben, pénzben, meg hát geográfiailag is, hogy mit történik Európában, hogyha Amerika egyszerűen kiszáll ebből a játékból. De nem tudom, Európa minden második szavával azt súlykolja Izraelnek, hogy Izraelnek le kéne zárni a háborút, tűzszünetet kéne kötni, most akkor ezt mondom én is, Európának le kéne zárni a háborút, tűzszünetet kéne kötni, stb. Tehát látjuk azt, hogy az A forgatókönyv nem sikerült, akkor szükség lenne egy B tervre is, mert ez az A terv egyre inkább besavanyodik. Csak ezt tudom mondani Európának, hogy kössenek kompromisszumot, meg elég volt a vérontásból, meg a népírtásból, meg a stb. Én azt hiszem, hogy ha objektíven nézzük nézzük a dolgokat, akkor az egész közel-keleti háború a közelében nem ér annak a pusztulásnak, annak az áldozatok számának, amit az ukrán-orosz háborúban láttunk, és ennek igen komoly sara van Európának. Tehát az a több százezer halott, ennek a vérnek egy jelentős része az európai politikusoknak a fejére száll. Tehát mielőtt másoknak prédikálnak háborúval, meg hasonló dologgal, meg a béke fontosságával kapcsolatban, talán csináljanak rendet a saját hálószobájukban, ahogy Jordan Peterson javasolta. És akkor lehet azt mondani, hogyha már összehasonlítjuk ezt a két térséget, a Közel-Keletet és Ukrajnát, hogy míg Ukrajnában, ahogy beszéltünk is róla, mindenféle ilyen eszkalációs lépések történnek, addig a Közel-Keleten legalábbis az elmúlt egy hónapnak a tanúsága az, hogy sikerült valami fajta
hát ez kérdésem is lenne most elrettenteni Iránt és a Hezbollahot a nagy garral beígért bosszú támadásuktól, ami érdemben nem következett be szerencsére, vagy azért ez ott van a levegőben, és igazából ez csak egy ilyen játék, hogy most az a nagy figyelem, ami oda szegeződött a Nyugat, meg az Egyesült Államok elsőbb a részéről, az lankadjon. Úgy gondolom, hogy Iránt sikerült elrettenteni, és a Hizballát meg sikerült legyőzni. Azt a támadást, amit a Hizballa tervezett Izrael ellen, ez mikor is volt? Augusztus 24-én, ha jól emlékszek, ennek sikerült, ezt gyakorlatilag sikerült meghiúsítani megelőző csapással, és nyilvánvaló, hogy úgy Irán, mint a Hizballa lehetőségeket fognak keresni arra, hogy valamilyen válaszcsapást mérjenek Izraelre, de azt láttuk, hogy amit Irán megpróbálta Madavi tábornoknak a likvidálása után, ott Damaszkuszban megpróbálta egy újfajta elrettentési egyenletet fölállítani Izrael, ez nem sikerült. Mert láttuk azt, hogy nem sikerült Izraelt elrettenteni attól, hogy Damaszkuszban támadjon iráni tábornokokat, attól se sikerült elrettenteni, hogy Teheránban támadjon iráni bekötöttségű személyeket, úgyhogy tehát látjuk, hogy Iránnak ez a politikája nem sikerült. Ami nagyon sikeres Iránnak az erőfeszítése, hogy Izraelt egy ilyen hosszú távú, kifullasztó háborúval megpróbálja gazdaságilag a nemzetközi közvélemény szemében is a padlóra vinni. Tehát én azt hiszem, hogy ez az elhúzódó háború nagyon-nagyon veszélyes Izrael szempontjából, és ezt így Izrael sokáig nem tudja fenntartani. És az, hogy nem tudtunk változtatni ennek a háborúnak a logikáján, ennek elsősorban politikai okai vannak. Ugye nyitott kérdés még a gázai túszoknak is a helyzete. Tudjuk a tragikus hírt a 6 izraeli túsznak a meggyilkolásáról. Ugyanakkor az érthetetlen így kívülről nézve, hogy ezt a bűncselekményt hogy lehet bármilyen módon összekötni az izraeli kormánynak a vélt felelősségével. Mit kellett volna tennie Izraelnek, hogy ez a tragédia ne következzen be, vagy ne következzenek be a jövőben hasonlók? Most megpróbálok óvatosan fogalmazni ezzel kapcsolatban. Tehát mikor van egy ellenzék, az ellenzéknek az a célja, tehát az a feladata, hogy ellenzékként működjön, megpróbálja megbuktatni a kormányt és felváltani a kormányt. Ami a Tuszok családjait illeti, teljesen egyértelmű, hogy akinek a szerettei ott vannak, mint Tuszok Gázában, azokat nem érdekli se a magas politika, se a geopolitika, se a stratégia, ők akarják vissza lányukat, fiúkat, stb. Mit érdekel engem ez az egész magas röptű vita. A probléma az, hogy a reakció erre a gyilkosságra, ez azt az érzést adta, azt sugallta a Hamas számára, hogy itt egy stratégiai fegyvert találtak meg. Épp úgy, ahogy a saját lakosságukkal kapcsolatban volt ez az emberi pajzs stratégia és az ember áldozat stratégia, hogy minél több gázait feláldozok, annál jobb lesz. Eddig a tuszokat is először pajzsnak használtak, és most egyre inkább emberáldozatot mutatnak be, mert látják, hogy ezzel sokkal nagyobb hatást gyakorolnak Izraelre. Tehát abban, hogy megölik a tuszokat. És én úgy gondolom, hogy a Sinwar és a Hamas vezetősége arra következtetésre jutott, hogy a háború egy fordulóponthoz érkezett, és hogyha tovább gyakorolják ezt a nyomást a tuszok megölésével, akkor sikerülni fog megbuktatni ezt a kormányt, ezt az izraeli kormányt, és akkor a háború egy teljesen más irányt vehet, talán egy tűzszünet, talán Izrael lezárja ezt a háborút, meg hasonló dolgok. És így paradox módon az a paradox helyzet állt elő, vagy állhat elő, hogy ezekkel a tiltakozik ez a protestmozgalom, gyakorlatilag további tuszok halálához fog vezetni. Ugye sokat halljuk a hírekbe, hogy az izraeli miniszterelnök ragaszkodik ahhoz, hogy megmaradjon az izraeli fennhatóság a Gáza és Egyiptom közötti határ szakaszon, ezen a Filadelfi korridornak is nevezett részen. Mi ennek a jelentősége? Miért lenne kockázatos átadni itt a irányítást? Mi teljesen tisztában vagyunk abban, hogy abban a pillanatban, hogy megnyílik mondjuk úgy ez az autosztrád, amelyik összeköti Gázát Egyiptommal, akkor az a hatalmas mennyiségű hadianyag, és nem csak hadianyagról van szó, talán harcosokról is van szó, ami ott fölgyűlt ott Gázában, fölgyűlt a Sinai-félszigeten a háború alatt, az mind be tud áramlani Gázában, és újra
lángra lobbantja ezt a háborút. Ez kicsit olyan, mint mikor egy ház ég, és akkor egy égő házba hordanánk marmonkannával a benzint, és öntenénk a tűzre. Tehát ez gyakorlatilag ez a következménye a dolognak. Tehát, hogyha megnyílik a határ Gáza és Egyiptom között, akkor a Hamász újra fogja építeni a katonai erejét, halott katonák lesznek ennek a következménye, halott civilek, a Hamász újra képes lesz egy ilyen október 7-i típusú támadást végrehajtani, és erre így igazából nincs jó válaszunk. Most akkor a kérdés az, hogyha a tűzszünet 42 napja lejárta után Izrael képes lesz újra elfoglalni ezt a korridort, vagy nem. És láttuk azt, hogy milyen erős politikai ellenszél ellen kellett a jelenleg izraeli kormánynak eveznie, mondjuk úgy, hogy ezt a lépést meglépjék, különféle ellendrukkerek miatt, úgy kívülről, mint belülről, és én igen szkeptikus vagyok abban a kapcsolatban, hogyha egyszer kijövünk onnan, vissza fogunk tudni oda menni, különösen, hogyha az 2 vagy 3 héttel az amerikai elnök választás előtt lesz. Teljesen elképzelhetetlennek tartom a dolgot, és igen, kérdéses, hogy mi lesz az elnök választás után. Arról nem is beszélve, hogy egy háború során egy épeszű hatalom nem mond le azokról az előnyökről, amiket megszerzett. Most akkor a fő kérdés, akkor mi lesz a tuszokkal? Mindig azt szoktam mondani, hogy ami a tuszokat illeti, ők az egyik változó ebben az egyenletben, az ő érdekeiket is figyelembe kell venni, de nem csak azokét a tuszokét, akik most kiszabadultak volna, hanem a többi tuszét is, akik ott maradtak volna a Hamásznak a karmai között, a maradék kétharmadot, továbbá az izraeli civil lakosságot, Izrael jövőjét, az izraeli katonáknak az életét, tehát vannak más szempontok is. És mindenki, aki ezt ilyen egydimenziósan próbálja beállítani, egy morális kötelezettség, meg minden, általában minden szélhámosság itt kezdődik, mikor valaki azt mondja, hogy csak egyetlen után nyitva előttünk, akkor általában ez minden szélhámosságnak, vagy minden megtévesztésnek ez a nyitánya. Nem, sajnos épp az a helyzet tragikuma, hogy akinek döntést kell hozni, annak igen sok változót kell figyelembe vennie, és nem dönthet csak a saját vérző szíve alapján. Robert Székesen, nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt egy órában segített a legfrissebb fejleményeket értelmezni Ukrajnában, Európában, az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten is. És akkor, ahogy a beszélgetésünk elején már jeleztem, a terveink szerint a jövő héten élőben fogunk nézői fórumot tartani Izraelből közösen, tehát várjuk az önök kérdéseit már előre itt a komment sorban, és természetesen majd az adás alatt is, tehát akkor köszönöm még egyszer a viszontlátásra önnek. Köszönöm szépen a viszontlátásra. És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, hogy már több mint 90 ezeren feliratkoztak a csatornánkra. Ha esetleg ezt nem tették volna még, akkor kérem, hogy csatlakozzanak és állítsák be az értesítéseket is, hogy elsőként értesülhessenek az új adásainkról. További szép napot kívánok, találkozunk a legközelebb is a viszontlátásra.